Köszöntöm Önöket, ez az Aktuális. Augusztus 8-án és 9-én a Békéscsabai Árpád-fürdőben rendezik meg a Békés út kupa nemzetközi serdülőkorosztályú fiútorna csoport mérkőzéseit, ahol a Békéscsabai klub is érintett. Fodor Ádám vezetőedzővel beszélgettünk. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Üdvözöllek, üdvözlök minden kedves tévénézőt. Hát nemzetközi tornáról beszélünk most itt ebben a két napban, és hát itt a műsor előtt arról is említést tettél, hogy azért ez egy felfokozott időszak, úgy sok minden más esemény kapcsán, készülés kapcsán is, erről is beszéljünk majd, de most akkor beszéljünk először is konkrétan a Békés út kupáról. Hanyadik alkalommal zajlik ez most, és Békés Csaba mióta érintett benne? Ez a Békés út kupa, ez tavaly jött létre először. A szponzorunk megkeresett, hogy tudna felajánlani összeget arra, hogy mi rendezzünk egy kupát, ami a mi felkészülésünket tudná segíteni. És hát mi ezt nagyon hálásan vettük, mert ez ritka, hogy mi is tudjunk rendezni tornákat, mert ilyen csak költséges elfoglaltság. És tavaly jött létre először, akkor csak magyar csapatokkal játszottunk. A gyerekcsapatunkat versenyeztettük meg tavaly ezen a Békés út kupán, idén pedig a serdülőcsapat köré építettük ezt a tornát. Van két külföldi csapat, egy román, az Arad, meg egy Luca Locatelli nevű olasz csapat Genovából. Ezen kívül a Szentes van, aki idén is kvalifikációt játszik, hogy felkerüljön vissza az első osztályba. A Cegléd, aki szintén majdnem kvalifikációs helyet sikerült elérni a tavalyi bajnokságba, amit nekünk is, tehát hogy ők nagyjából hasonszörűek, mint mi, akár a klubnak a mérete, akár a helyzete, és ezen kívül a Szentes Cegléd, azokat mondani, igen, az Asi Vasast hívtuk el. Ők a Vasasnak egy ilyen második csapata, de azt kell mondjam, hogy nagyon szervezetten játszanak, és nehéz ellenük jól játszani, úgyhogy szeretünk velük edzőmérkőzéseket is játszani. Hogy néz ki most ennek a két napnak a programja? Ugye most csütörtök este beszélgetünk, tehát már ugye zajlottak a mérkőzések. Mire fut ki pénteken majd ez az egész? Hát a mai nap az csoportmérkőzések. 6 csapattal úgy lehet megoldani, mert le van limitálva, hogy naponta 2 meccsnél többet egy gyerek nem játszhat. Nyilván az ő védelmük miatt van, az egészség védelme miatt. Úgyhogy a irányított sorsolással ketté osztjuk úgy nagyjából, hogy erőviszonyok hasonlóak legyenek a két csoportba, de nyilván nem teljes mértékben nem ismerem a többi csapatot, tehát van egy várakozás, aztán nyilván a csapatok ezt felül tudják írni, de azért nem sokszor szoktam nagyot tévedni, úgyhogy irányított sorsolással ketté osztjuk a csapatokat, 2-3-as csoport van. A csütörtöki nap mindenki lejátsza a saját csoportmérkőzését, az ugye 2-2 mérkőzés, és másnap a 2/3. Csapat az játszik egy oda-visszavágós, tehát 8/4. 5. helyért való küzdelem van, és az első 2 az pedig igen keresztbe játék, az első a túloldali másodikkal, illetve fordítva lejátszák az elődöntőt, aztán onnan jön a bronzmeccs és a döntő. Tehát túl vagyunk, ugye játszottak. Ez a pénteki nap, igen. Csabaiak játszottak-e már? Igen. Mai két mérkőzésünkön túl vagyunk. Az Araddal voltunk egy csoportban, aki szintén egy kellemetlen ellenfél, jó szervezett védekezésük van, úgyhogy nem túl sok gólos mérkőzésen, de azt mondom, hogy viszonylag stabilan tudtunk nyerni. A másik mérkőzés pedig az Asi Vasas ellen volt, akit már az előbb is említettem, hogy jó velük játszani, mert föladja a leckét, főleg a támadás. Náluk én úgy érzem, hogy picit a támadásuk talán gyengébb, mint a miénk. Emiatt egy picit nagyobb különbség volt kialakulóban, ami a végére megint csak olyan, mint 4 vagy 5 gólos győzelem lett részünkre, de nagyon jó mérkőzés volt, tehát hogy lehet gyakorolni, lehet nyilván hosszú távú cél az az, hogy felkészüljünk a bajnokságra. Rövid távú célnak mondanám, hogy minél jobban szerepeljünk a tornán, de ez nem, nálunk nem elvárás.
Tehát nem feltétlenül a győzelem miatt csináljuk a tornát, hanem azért, hogy igenis még most kiderüljenek a hibák, mert most van másfél hónap a bajnokságig, eddig volt a fizikális felkészítése a gyerekeknek, és most jön a taktikai, technikai kérdés, amit az elkövetkező másfél hónapban porondra kerül, és hogy itt meglátjuk, hogy mi az, amiben hiányosságaink vannak, és azt tudjuk pótolni még másfél hónapban a terveink szerint. Azt hiszem, meg azért is jó talán az időzítés, mert itt ha szabad így fogalmazni, az olimpia árnyékában talán mégis valamilyen figyelem azért tud jobban ráirányul itt a helyi kluboknak az életére. És tapasztaltok ebből bármit, hogy egy kicsit ilyen megnövekedett figyelem van most akár egy-egy torna kapcsán is? Inkább azt mondanám, hogy mióta, tehát most van az olimpia, meg már előtte is azért voltak cikkezések az olimpiáról, meg akár főleg a vízilabdáról való cikkezések miatt azt mondom, hogy egy picit nagyobb reklám van most talán a médiában a szeretett sportunkról. Így azt mondom, hogy mi is taktikát változtatunk a toborzásban. Nem tudom csak annak a számlájára írni, de csak az olimpiának a számlájára sem tudom írni. Tehát, hogy igazából szerintem a kettő jókor toboroztunk. Én azt mondom, hogy most azért összejött egy olyan létszám alul, ha nézem mind a két klubunkat, mert ugye van a Békés Csabai csapatunk, meg van egy oldalábunk Gyulán, akik az a terv, hogy később saját lábra tudjanak állni. Egyelőre még ez nem megoldható, úgyhogy mi a gyulai gyerekeknek tartunk Gyulán edzéseket, akik később, hogyha tényleg komolyan gondolkodnak a sporttal, akkor tudnak hozzánk csatlakozni. De és így a két klub által azt mondom, hogy most idén újra fölfele menő a létszám a legkisebb korosztályban, ami a Covid óta mondjuk úgy, hogy ott volt egy nagy visszaesésünk, gyakorlatilag a toborzásunk az lenullázódott, ugye iskolai úszás oktatásból, tehát ott gyakorlatilag szinte nulla volt, aki nagyon vízilabdázni akart, vagy már nagyon régen határozta, hogy majd vízilabdázni fog, a szülő vagy a gyerek, azok érkeztek meg az úszodába tényleg vízilabdázésre, de az a fajta direct marketing, amit előtte csináltunk, gyakorlatilag az nem működött. Úgyhogy most azt mondom, hogy most először a Covid óta, 2019 óta gyakorlatilag először lett jó létszámunk. Mekkora bázisra dolgoztok most? A teljes létszám az most olyan 110 körül van, ez csak az utánpótlás, tehát ebben nincsenek benne a felnőtt játékosaink. Volt időszak még a Covid előtt 2-3 évvel, amikor 150 körül, 150-170 közötti csak a gyerek létszám, és elzőtt hozzá a 30 felnőtt. Volt ez a klub 200 fő körül is. Most, hogyha mondjuk úgy, a kabinost is beleszámolom, akkor vagyunk 150-en. Tehát, hogy azért nyilván ez egy 50-es mínusz, ami nem tűnik annyira soknak, de hogyha minden korosztályból levonok 3-4-et, akkor azért az sok, mert a nagyszámok törvény alapján nyilván az ügyesebb, tehetségesebb, szorgalmas gyerek is a nagyobb létszámban több föl lehető, és sokszor volt az érzésem most, főleg az előző bajnokságnak a végén, hogy ott kicsit kipukkant a lufi. Talán nem elég hosszú a cserepadunk, mert sokszor inkább az alsó korosztályokból kell kiegészíteni a fenti korosztályokat, hogy meglegyen a teljes létszám. Na most aki fönt is játszik, lent is játszik, az eleve dupla annyi terhelést kap, és ha ezt egész évbe kapja, akkor az a deficit az egyszer csak valahol ki kell, hogy jöjjön, mert ez nem csak fizikális, hanem elképesztő mentális terhelés a gyerekeknek. Most itt a Békés Rúgópa kapcsán a serdülő korosztály került a középpontba. Egyrészt ugye itt hánytól hány éves korig érvényes ez a korosztály, és akkor talán utána, hogyha bemutatnád, hogy néztek ki korosztályilag. Ők a 2008-2009-es születésű gyerekek, tehát ez azt jelenti, hogy 15-16 éves srácokról beszélünk. A teljes repertoárt nézve úgy kezdjük el, hogy én azt szoktam javasolni, hogy 6-7 évesen érdemes elkezdeni az úszásoktatásunkat, mert kell egy két év mondjuk, ami az a fajta vízhasznoktatás, az a fajta vízlabdás mozgás megtanulása, ebben már azért néha van labda is, ami szükséges ahhoz, hogy a helyes technikát meg tudják tanulni a gyerekek. És ezért
időszerű akkor elkezdeni. Aki később kezd, nincsen még akkor a hátrányban. Én azt szoktam mondani, hogy 11-12 éves korig nagyjából nem késő elkezdeni. Erre ugye Bíros például a legjobb, vagy Bíros Péter például a legjobb, aki 17 évesen kezdett el, vagy 18 évesen vízilabdázni. De hogy visszatérve a statisztikák azt mutatják, hogy azért 6-7 évesen jó elkezdeni ezt a sportot. Utána az első bajnoki rendszer, az 8 éves korban játszhatók a gyerekek. Ez a 8 és 10 éves közötti úgynevezett baby korosztály. Baby korosztály után van a gyerek 4-es korosztály, ezek a mostani 2013-as születésű gyerekek. Ugye van a gyerek 3, ők a 2012-esek, ez az az év, amíg minden korosztály megvan a saját bajnoksága. És itt van az igazi vízválasztó, hogy aztán az országos bajnokságba felkerülve, ott már két korosztály van egy csapatban, tehát ott például most egy gyerekkorosztály, ez 2010-2011-ben született gyerekeknek a csoportosulása, és itt azért amikor nagy létszámban van az idősebb korosztály, a fiatalabbik nehezebben jut oda, vagy nehezebben jut szóhoz. A tanulmányok is itt vannak, éppen 7.-8. éppen továbbtanulás. Ez szokott, vagy éppen bekerül gimnáziumba. Az érdekes időszak egyébként. Igen, amúgy is érdekes időszak, és még ugye nem biztos, hogy a sportban azokat a sikereket éri meg a gyerek, amit korábban megélt. Ami nem, hogy mondjam, természet rendje ez a vízilabda, mert nálunknál, sokkal nagyobb kluboknál például annyi gyerek van egy korosztályban, hogy ha egy vagy kettő oda kerül, már ülhet neki a följebb lévő korosztályhoz, úgyhogy őket más bajnokságba, úgymond ilyen átmeneti bajnokságba versenyeztetik, tehát ott kell nagyon odafigyelnünk a gyerekekre, mert akár ott egy nagyobb lemorzsolódás is lehet. Most sajnos ez a veszély nem fenyeget minket, mert ugye annyian vagyunk pont, mint egy csapat, tehát 18 a létszám, egy mérkőzésre 15-et tudok beírni, de például ott van most a serdülő korosztályunk, akik jelenlegi létszám a 22. Úgyhogy ez egy nagyobb létszám, ebből ugye két kapuson kívül 12 darab játékos lehet beírni, úgyhogy az a 20-ból 12 tudsz játszatni. Forgatással szoktuk ezt megoldani, meg valószínűleg idén ők lesznek elindítva a területi bajnokságba, hogy azért mindenkinek meg legyen a fejlődésének a záloga, hogy valahol versenyezni tudjon, azon kívül, hogy elvégzi az edzéseket, mert nem lehet soha tudni, hogy kiből lesz a cserebogár a végére. Tehát aki gyerekkorosztályban akcelerált, vagy kicsit hamarabb érő típus, ők ugye kétszer akkorák, mint a társaik, nyilván ezt az előnyt ezt ki tudják használni, de később ifire ezek a különbségek el szoktak tűnni, vagy akár meg is fordulhat egy később érő típusú gyereknél. Úgyhogy mindenkire nagyon vigyázunk, mert nem egyszer fordult elő, hogy aki még csak éppen csak ott volt a gyerekcsapatban, az később ifiben már meghatározó játékosunk volt. Arra nem is beszél, hogy nekünk tényleg minden gyerekre oda kell figyelni, mert egyszer csak jönnek a nagyobb klubok, aztán úgy lefölözik a társaságon. Szeretnek tőlünk csipegetni, ami egyrésztről szívedmelengedő, mert az a munkánkat is dicséri, és van egy pici részünk, ami azt mondja, hogy szívesen elengedi a gyereket, de nyilván abban a szempontból meg mindig fájdalom, hogyha összegzem, hogy mondjuk az elmúlt pár évben hány játékost vittek el tőlünk, akkor belegondol az ember, hogy eljátszik a gondolattal, hogy lehet, hogy már nem is itt lennénk a másodosztályban, nem már fönt az első osztályban. Már máshol kamatozik a befektetésetek. Így van, és ezen kívül van a felnőtt csapatunk, akikkel tavaly megbeszéltük az idősebb játékosainkkal, hogy egy pici szemléletváltásra szükségeltetik, mert ők már van olyan, aki a nyugdíjhoz közeledik, és még így is játszik, meg hetente háromszor, négyszer nem vannak, úsznak ott a kapuháta mögött, úgyhogy ők nagyon, nagyon lelkesek. De mondtuk nekik, hogy ahhoz, hogy a mi utánpótlásunk rendesen fejlődjön, az eddigi hármas létszám helyett most már 6-7 gyereket akarunk beírni minden egyes felnőtt mérkőzésre, amikor csak tudunk, hogy ők is minél hamarabb megszokják azt a közeget, amikor a felnőtt mezőnybe megrántják őket, kicsit birkóznak velük, ezt a saját bajnokságukban utána tudják kamatoztatni.
hát rendkívül összetett, és köszönöm, hogy egy kicsit betekintést engedtél ugye ebbe, hogy miben is gondolkodhatnak akár a szülők is. Sok sikert még a mostani kupának a hátra levő részéhez, meg hát eredményes felkészülést a bajnokságra. Beszélünk még majd arról is. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, ez volt az Aktuális, kísérjék figyelemmel televíziós műsorainkat, és olvassanak minket a behir.hu-n. Viszontlátásra!